Puska, cuk, majd nagyon érdekes dolgot fogunk csinálni. Szerinted, Pinky, mit fogunk csinálni? Mivel együtt vagyunk itt hárman, ezért enni az asztalnál fogunk enni. Uaj, látom, Teki már adott neked vacsorát. Ne edd meg, Pinky. Nem napocska hal, Pinky. Nami. Mondom, hogy nem kell. Oj. Na jó, van elég a hülyeségből. Nem ezt fogunk csinálni, vagy videóban nem más fogunk csinálni. Mit felelsz, hogy merszezni fogunk? Ismered azt a játékot? Ez az. Na jól van, akkor ha mindenki ismeri, akkor fel se váncolom. A lényeg az, hogy én fogok kezdeni, mindig Pinky lesz a második, és Teki lesz a harmadik. Az, hogy ki fog felelni, vagy merni, a gépezet fogja eldönteni a háttérből. Tehát, hogy amint elindítom... Hey, nem chili paprikákat raksz le? Azért ez eléggé durva challenge lenne, most azt így kihagynám amúgy. Tehát a gép automatikusan fogja eldönteni, hogy felelni fogunk-e, vagy merni. Így nem lesz az, hogy egymást mondjuk, hogy te most merni fogsz, te most felelni fogsz, meg ilyesmi, hanem a gép fogja automatikusan, ugye Teki nem lesz lehetőséged most megszivatni Pinkit. Tudom, hogy ezt tervelted, de most egészen biztos, hogy nem. Nem is magyar. Nincs szivatás. Pinki, az nem azt jelenti, hogy nincs szivatás, a merések attól függetlenül merések, azok mind szivatás. Kérlek, skacok, dobjatok egy lájkot, hogy megjöjjön Pinkinek a bátorsága, és írjátok le a komment szekcióval, hogy Pinki. Már is meg vagyunk. Milyen halott nyulakat akasztottad a fel, Jézus Mária? Nem kell semmit megenned, ez a játék része, Pinki, figyelj oda a játékra, na! Jöjjetek az asztalhoz! Én fogok kezdeni! Mi ez a füst? Atya úristen, mondtam, hogy fejezd be, Teki, ki fognak tenni a házból? Nem, bocsi, nagyon kellett. Édes Istenem, ezek a technősök, ezekkel csak a baj van. Úgyhogy mehet a menet, elindítom a gépezetet. Mersz, oké, ugord le magasról egy blokk vízbe. Neked könnyű, próbálj! Menjünk, oké. Úgy néz ki, a merések innen jönnek a gépezetből, az elátkozott dolgokból. A felelések meg ilyen szép kis zöldek. Menni fog. Hallatom ki, honnan ugrat. Hol van, oké. Biztos halálos és veszélyes legyen, elhozzalak egy lebegő szigetre. Halálos és veszélyes lebegő sziget? Hát... 100%-osan halálos, jó, oké. Ó, látom, rakta nekem egy kis medencét. Ebbe kell ugranom, ugye? Ez a veszély. Ja, nem. Hova? Aha, látod, ott van Pinky! Megpróbáljuk, lenézek, és akkor megnézzük. Azt nem mondtam, hogy én nagyon félek a magasba. Kéz és lábtörés. Oké. Meg lesz kéz és lábtörés. Reméljük, hogy nem. Oké, ez az egyik összes bátorságunkat. Black is the power is all 100%-os! Köszönöm. Na jó, menjünk vissza és jöhet a következő. Na, most, hogy én a merésemen túl vagyok így, lássuk, hogy Pinkinek vajon merés fog dobni, vagy felelés? Pinki, mit szeretnél? Felelni akarok, nem akarok merni, mert itt csúnya merések vannak, biztos. De vagy. Ne legyél nyuszi, Pinki, nyugi, lehet, hogy felelés kapsz, lesz, hogy merés. Merés vagyok. Hát igen, ez egyértelmű talán. Meg a misztikus bájtat, ne! Nem tudom, szerintem azért misztikus, mert bármelyiket kiválaszthatjuk. Hát mit tudom én, te kiválasz neki egy bájtaton a gyűjteményből. Az jó lesz neki, azt mondod? Menjünk ki, Pinky, mert váratlan események jöhetnek szerintem, amilyen bájtat adott neked Teki. Fogalm sincs, mit tudhat. Pudingá változott. Hát amúgy az is lehet, hogy a csontjai pudingá változnak. És na jó, megszom, mert ez volt odaírva. Jól érzed magad? Mi történt? Úristen! Ne! Mi a fene? Elkezdtem fulladozni így random Pinky közelébe. Pinky, jól vagy? Atya, úristen. Lehet. Ne! Még haldoklik a víz nélkül! Toljuk vissza a vízbe! Menj a vízbe! A víz fele! Ne! Elkezdett lőni valami, majdnem megöl. Úristen, élő! Úristen, támad! Nem kellett volna olyan potit adni neki. Csak véletlenszerűen választottam egy potit, de ott volt mellett az ellenszer, gyors, bemegyek érte. Menj be gyorsan az ellenszerért! Úristen, haj Pinky, figyelsz rám még. Emlékszel a teknős mi voltodra? Hogyha úristen, pók szemed dobál. Itt van az ellenszer. Hú, ez mi ez? Ja, bambuszödörbe tej! Nézd Pinky, gyere haltáp! Itt a haltáp, úristen, megveszett. Veszett ügy. Hú, ez az! Visszaváltozott! Úristen, hol vagyok? Mi vagyok? Én vagyok Pinky, nem egy hal! Úristen, milyen élmény volt?
volt ez, ilyet soha többet nem akarok. Ne én se akarok, Pinky, mert az a helyzet, hogy majdnem megöltél. Ha persze, ha persze, hogy Pinky, hála az égnek. De jó itt lenni. Pinky most teki fogja megszívni. Felelek. De nem te döntöd el, hogy felelsz, hogy mersz. Felelek. Mer is fog kapni. Felelek. Lássuk a gépezet, mit mond, indítsuk el. Hú, felelés, ráadásul egy kérdés. Hova valósi vagy valójában? Ez egy jó kérdés amúgy. Hova valósi vagy valójában? Ez csak azért jó kérdés, mert még én magam sem tudom. Pinky volt az első teknősével találkoztam. Az a furcsa bennetek, hogy egyikőtöknek se volt szülei, vagy egyikőtök sem emlékszik semmire. Szóval nagyon jó nyomon haladok, csak mégis sehol. Fogalmam sincs, hogy hogyan születnek varázsteknősök, ugyanis ti nem sima teknősök vagytok. Hát láttatok már sima teknőst. Beszéltél már velük, nem Pinky? Igen, még rég. Hát én honnan tudjam, hogy mit tudsz, szerintem nem tudsz semmit. Ennyi idő alatt csak kiderült volna valami. Szerintem. Na, akkor elfogadjuk, és akkor jöhet a következő ember. Aki megint csak én leszek. Mert nem kell. Csókod meg a melletted lévőt. Ne, ez nem hiszem, hogy jó ötlet. Ez hülyeség, ezt nem kell megcsinálnom, ugye? Tehát, hogy így... Most tényleg meg kell csinálnom ezt, ugye nem? Vicc volt, ugye? Ha nem csinálod meg, akkor meghalsz. Jó, akkor... hát nincs más választásom sajnos. Gyere, Blöki, gyere! Jó kutya vagy, Blöki, jó csúcsúcsú! Hál az éde, Blöki, itt vagy! Megjött, képzeljétek el, megjött, Blöki! Itt van! Hol kóboroltál el, kutyuskám? Nagyon rég elkóborolt már egyébként. Úgy néz ki, hazatalált, amikor már ide jöttünk az eredeti házhoz. Mert ő tudja, hogy itt lak, kutyúcs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 
kutyának. Érkezett halat adsz neki. Ah! Várod már, te jössz? Te jössz! Nem, megint én jövök, nem akarok én jönni. Aj, de lehet, hogy merni fogsz, meg lehet, hogy felelni. Na lássuk, hogy én mit fog dobni. Akarok. Felelni akarsz, jó, oké, hát akkor meglátjuk, hogy mit fog csinálni. Hey. Mit jelent? Hát az csak annyit tesz, hogy eljátszom, oké? Igen, igen. Tehát Black most elmegy ide, Black most kiszedi a bájitalt, és Black elkezd inni a bájitalt. Ja, akkor FPS nézetbe kell beszélni, értem. Aj, te ilyen modern gyerek vagy. Pinky elmegy, megsimogatja a kutyát. Szia, kutyút! Kutyút szereti Pinkyt. Pinky, ki legyen rajtod, így gondolod? Így gondoltam, igen, Pinky, így kell beszéljél, bár ez szerintem lehet, hogy nekünk egy merés kibírni. Rendben, Pinky nagyon boldog! Oké, okay. Kávé, inom kávé, Pinky fogja és tegyi fel a kávét. Pinkynek lehet nem való a kávé, mondjuk. Folytassuk, folytassuk! Jó, már pórázra is kötötte teki, ah, mondjuk igazad van. Amikor kávét iszik, akkor muszáj is. Egész játékban harmadik személyben kell beszéljél! Pinkyt két kávéztolgát! Teki, te következel! És lássuk, hogy mit fog dobni a gépeze! Remélem felelni kell! Remélem merni fogsz! Fogod, hát csukott szemmel a lábát! Ez jó kihívás neked, csukott szemmel! Majd én mutatom meg, melyik lábát kell átugrolod akkor. Még egy lábon is átugrom. Na akkor vegyél fel egy valamit, amit akarja a szemedet, ez nagyon fontos. Úgy is van. Na gyere, kövessél, jó úton jársz. Erre, gyere. Jaj, nem lát. Erre, jó, oké, okay. erre. Nem a lábát. Oké, okay. Tollak. Jó, jó, oké, okay. Akkor nem lát semmit, fixen? Biztos? 100%? Na akkor mehet. Hú, ez Pinky, ez lehetetlen ugrás. Már nem tudja megcsinálni, nem 100%. Tudja, bele fog ugrani a lábába. 100% bele fog ugrani. Oké, okay, számolj vissza, Pinky. Három, de ez... Egy! Mi? Tényleg csaltál! Csaltál! A Black menje fel valamit a fejemre, hát én a repülősapkát adtam fel. Ez milyen repülősapka? Mutasd csak ide! Te nézd meg! Mi tényleg az csak bágos volt, Pinky, nézd! És lehet repülni így. De várjál, így látok azért, ez csalás. Csak kapcsolva a monitor. Hát ügyesen megtrókodtál minket, de a következőnél ez nem fog összejönni. Most te jössz, nem én fogom megszívni. Remélem kapok egy felelést, könyörgöm, felelést, könyörgöm. Úgy ismerni fog. Menj egy házhoz alsó gatyába. Hihihi, alsó gatyába.
Istenem, na jó van, akkor felvegyek, átváltom a ruhámat, és akkor majd jövök. Húzd a kamerát, fel kell venni. Úristen, ez még rosszabb lesz. Igazad van. Nem akarom, hogy így meglássanak engem. Hát, skacok, meg is vagyok, így is nézek ki, jól lát. Itt a kamera, ahogy ez egy fotógép. Ne kamerázz! El kell menjek, akkor gyorsan valami házhoz, oké, elmegyek valami házhoz. Akkor ide menjünk a házhoz, így is van. Hál' az Istennek, nincs itt senki. Biztonsági kamerák is vannak, ezzel nem vagyok itt. Pinky vagyok, kamerázz! Megvan a kihívás! De most lesz az igazán vicces, Pinky! Ugyanis te következel! Már megint? Lássuk a gép itt sorson! Énekelj egy dalt ordibálva mindenki előtt. Ú, ez menni fog! Jó, ez nagyon jó lesz. Na, Pinky, felkészültél el nagyon menő műsoroddal? Igen, felkészültem! Igazán trendi számot fogsz előadni? Bizony, olyan számot, amit mindenki ismer és mindenki szeret. Akkor tuti híres szám! Akkor jó lesz, te ki már, te felkészültél rá, jó lesz? Igen, ő is felkészült. Jó, akkor jöhet! Pinky, bemutatja! Nagyon szép volt, remélem többet nem fogod előadni, mert a dobhártyám elköltözött Dubajba. Akkor ez jó jelent. Tökéletes volt, Pinky, teljesen jó volt. Le vagyok sokkolva, 10 per 10. 12. Mit történt? Nem hallottam semmit, nagyon durva, de sisak. Ja, tényleg? Meg azt hittem, hogy te hallgattad. Nem, kimaradtam. Nem, nagyon sok mindenből maradtál ki, rettentő sok mindenből. Na, most pedig te kijön, úgyhogy most meg fogod színi, visszakapod, amit csináltál. Csaltál. Tuti csaltál. Na, de visszakapod. Na, lássuk. Mi? Ez ne. De ez biztos, hogy checker, hát mi az, hogy ugor hármat? Ez nekem az volt a kihívás, hogy egy blokk vízbe kell érkezzek. Ez csak egy játékszkratszor, inkább így leszok egy-két potit. Ne, tőled nem fogadok el potit. Ne így áll potit, Pinky, nem potit. Nem potit? Nem potit. Azt mondta, hogy igen. Istenem, Pinky, nem. Megy a? Sétáltat egy hangyát. Te hangya, bácsi. Á, sebez! Az utolsó kérdés következik. Utolsó? És én jövök? Remélem, könyörgöm, top valami egyszer, könyörgöm. Azt mondja, felelsz, csaltál bármikor is Minecraftba? Őszintén. Milyen egyértelmű a válasz? Várj egy kicsit, felállok. Tehát az az igazság, hogy többször is csaltam. Ez az, igen. De már megváltoztam azóta, meg minden. Jaj, mit akarsz ezzel a karddal? Mit akarsz ezzel a karddal, Pinky? Nem volt olyan rossz. Nem csaltam annyira, csak kicsit. Pinky, ne! Köszönöm szépen, megnéztetek a videót, legyetek jó, találkozunk egy következőben, sziasztok!